27 év alatt a közigazgatás szinte minden területét bejárta Stanné Juhász Luca. Ám a polgármesteri feladatkör bőven tartogatott számára újdonságot, kezdte évértékelőjét a településvezető. Iktattam, irattároztam, hagyatéki ügyintéző voltam, adóügyi előadó voltam, elvégeztem közben az anyakönyvi alapvizsgát, anyakönyvvezető lettem, esküvőket tarthattam, betekinthettem a pénztárnak a rejtelmeibe és az ASP oktatás könyvelésébe is, és úgy gondoltam, hogy igen, majdnem minden területet bejártam, szerettem volna egy kicsit feljebb menni. És azt gondoltam, hogy mivel ezeket a területeket bejártam, és az emberek kérésére, mert mindig segítettem nekik, és támaszkodhattak rám, úgy döntöttem, hogy úgy mérettetem meg magam, hogy mint polgármester indulok, és vagy itt maradok Dalmandon, mivel dombóvári lakos vagyok, vagy pedig tovább megyek és elindulok Dombóvárra dolgozni, de ezt magamtól nem tettem volna meg, mivel a dalmandi emberek annyira a szívemhez nőttek. Tehát lehetőséget adtam arra, hogy ők döntsék el, mert ha én lépem ezt meg, egész életemben lelkiismert fordulásom lett volna. Döntöttek. Nyertem, nagyon örültem neki. A tavasszal kialakult járványügyi helyzet még rutinos polgármestereknek is kihívást jelentett. Összehangolt önkormányzati munkának köszönhetően azonban sikerült megoldást találniuk a problémákra, és lendületben tartani a közösségi életet a faluban. Az eltelt egy évre úgy gondolok vissza, hogy mozgalmas volt, nagyon mozgalmas volt. Hirtelen belecsöppentünk egy olyan helyzetbe, amit azt gondolom, hogy olyan polgármestereknek is, akik több cikluson keresztül polgármesterek, már nehéz volt kivitelezni, vagy nehéz kivitelezni, gondolok itt a járványügyi helyzetre és a koronavírusra. De nagy lelkesedéssel indultunk. Októberben meg is tartottuk a bemutatkozó közmeghallgatásunkat, ahol bemutattam a testületemet. Szeretném kiemelni és szeretném most mondani, hogy olyan testületet választott a lakosság részemre, 23 induló volt, és kiválasztották azt a 6 embert, akikkel tényleg úgy gondolom, hogy tudok együtt dolgozni, és akikkel egy véleményen vagyunk. Nekiálltunk és új programokat szerveztünk. Ezeket a programokat azt gondoltuk, hogy változatosabbak legyenek, és ne olyanok, amilyenek ezelőtt voltak. Sikert arattunk. Volt egy karácsonyváró ünnepségünk, elültettük is az iskola elé első karácsonyfánkat, hogy ezután majd azt táplálgatjuk, és akkor ahogy mi idősödünk, a fenyőfánk úgy nő, és ott fogjuk mindig megtartani a karácsonyt. Tartottunk egy előszilveszteri futást, amit egy óriási karaoke bulival zártuk az évet, nagyon jól sikerült. És jött a koronavírus. Jött a koronavírus, ami sok gondot és problémát okozott, hiszen elég idősödő község Dalmand, sok a 65 év feletti, akikre vigyáznunk kellett és odafigyelnünk rájuk. Így szeretném megköszönni a tanyagondnokom segítségét, aki éjjel-nappal gyógyszertárba járt, élelmiszerboltba járt, és mindent megtett azért, hogy mindenük meglegyen, és ne kelljen otthonról kimozdulniuk. Szót fogadott a falu, tehát nem mondhatok semmi olyat, ami ezáltal akadályba ütközött volna. Mindenki betartotta azt, amit elvárt tőle a kormány, és amit én, mint polgármester, tehát játszóteret lezártuk, minden rendben ment. Viszont a március 15-i koszorúzást már csak szűk körben képviselőtestülettel tartottuk meg. Azt az új hagyományt, amit viszont mi teremtettük, hogy megteremtettük Dalmandon a Csemeteligetet, azt nem hagytuk ki a koronavírus ellenére sem. Szűk körben a 2017, 2018 és 2019-ben született gyermekeknek csemetét ültettünk egy táblával ellátva. Ezt a parkot is ápoljuk azóta is, és szeretnénk folytatni. Aztán a koronavírus egy kicsit enyhült. Megragadtuk az alkalmat, és szerintem nagyon nagy színvonalú falunapot tartottunk, amit még időben léptünk mi meg, de itt is figyelve a járványügyi helyzetre, elkülönítettük a gyermekeket, a főzőcsapatokat, itt 11 főzőcsapatom volt, és az esti előadó művészeket. Jól sikerült, szerintem mindenkit egy kicsit összekovácsolt ez, hogy végre kimozdulhatnak otthonról.
aztán megint jött a koronavírus, és megint egyre nehezebb lett a helyzet. Ennek ellenére mi a Halloween partingot is megtartottuk a gyermekeknek, szigorúan maszkba, szigorúan úgy, hogy a szülők távol voltak a gyerekektől, a gyerekeknek volt egy kis verseny, egy kis vetélkedő, tök faragó verseny volt, rémes sütik versenye, amiért oklevelet osztottunk ki. Ez is jól sikerült, tehát azért elég sokan eljöttek, a gyerekek nagyon élvezték. Tehát mi, amit beterveztünk programot, azt gondolom, hogy a járványügyi helyzettől függetlenül, de figyelembe véve az elvárásokat megpróbáltuk és megtartottuk. A húsvéti programok ugyan elmaradtak a faluban, az ott élő emberek azonban mégis érezhették a törődést a település vezetés részéről. Mivel programot nem tudtunk szervezni részükre, ezért úgy gondoltuk, hogy szép gesztus és dolog tőlünk az, hogyha minden család kap egy fonott kalácsot egy kis húsvéti emléklappal. Ugyanezt tettük a ballagó óvodásainkkal is, elballagtak az óvodából, iskolások lesznek, 5000 forint jutalomba részesítettem őket, az általános iskolásokat, akik viszont dalmandiak és Dombovárra járnak a József Attila általános iskolába, és kitűnő tanulók, őket viszont a jó tanulmányi eredményükért támogattam kis jutalomban. A következő 4 évben szeretném elérni, hogy amiket benyújtottunk pályázatot és nem nyert, ez valamilyen formában valósuljon meg és tudjuk kivitelezni. Legfőbbképp, amit szeretnék, hogy megszűnjen az emberek feje felől ez a félelem, hogy meddig fog tartani ez a vírus, és lássuk a végét, tehát lássuk a fényt az alagút végén, mert akkor azt gondolom, hogy jobban kimerünk jönni az ingatlanainkból, jobban össze tudunk kovácsolódni, mert egy községet akarunk, egy csapatot építeni, és sajnos ebben a vírus nagyon nagy nehézséget okoz. Szeretnénk szépíteni a falut, közösségi teret szeretnénk, nem nyert az a pályázatunk, se nem adtuk fel. Tehát semmit nem adtunk fel, szeretnénk az ifjúságnak ifjúsági klubot, szeretnénk az időseknek egy olyan klubot, ahol az idős nyugdíjasok összejöhetnek, szeretnénk a gyerekeknek felújítani a játszóteret, ahol felszabadultabban és szabadabban játszhatnak. Nagyon-nagyon szeretnénk az útjainkat, járdáinkat, de hát ez annyira sok dolog, amit szeretnénk, de szeretnénk, és bízunk benne, hogy tudunk belőle megvalósítani. Kitartanak tehát a kitűzött célok mellett, és reményeik szerint a következő 4 évben megszépül a falu. Továbbá számos beruházás is megvalósul majd az 1200 lelkes kistelepülésen.